A május maga az élet, az ígéret, a megújulás hava. Első vasárnapján az édesanyákat, az utolsón pedig a gyerekeket ünnepeljük. Idén kicsit másképpen, távolságot tartva, de ugyanolyan szeretettel köszöntöttük legkedvesebb közelállóinkat. Kell ünnepelni, mert hogy később miatta lesznek a dolgok miatta, hiszen az ember is egyszer felnőtt lesz a gyerek, és ő is egyszer majd magára vállalja az életet, ő is szülni fog, és folytatódik az emberiség. A gyerekekben a jövőt is dajkáljuk, és mire felpillantunk, már egy érett személyiségre csodálkozhatunk rá. Idén szabálykövetésből is vizsgáztak az érettségiző diákok. Az iskola biztosított mindenkinek kesztyűt és maszkot, aki nem tudott hozni, akkor az osztályok külön bejáratokon mentek be az iskolába, hogy még így se találkozzunk egymással, sőt még azt is megoldották, hogy minden napon ugyanazokkal az emberekkel legyünk egy teremben és ugyanazzal a tanárral. Védőfelszerelést használva mehettünk orvoshoz is, ha a betegség indokolta a személyes vizsgálatot. A házi orvosi és a gyerekorvosi alapellátás az eddig megszokott időben folyik. Egyetlen egy eltérés van, hogy kérjük, mindenképpen telefonon jelentkezzenek be először, hogy ezzel is elkerüljük a fölösleges orvos-beteg találkozásokat. A beteg bejön a rendelőbe, túlesik azon a bizonyos pre-triázson, ami most már a tájékoztatókban is így emlegetődik. Történik egy érintés nélküli hőmérsékletmérés, hogy nem lázas-e az adott időpontban, és amennyiben akkor lehetséges, akkor ezt követően kap egy maszkot, és készfertőtlenítés után az adott időpontban részt tud venni a betegvizsgálaton. Dominálóan egyelőre a telefonos konzultáció zajlik, szakrendeléseken is, ami azt jelenti, hogy Skype-on, telefonon, e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot a betegekkel, látjuk el találásokkal, illetve a felhőbe recepteket írunk fel. A vészhelyzet miatt is sürgősségi ellátáson kívül a korábban már elkezdett, illetve a krónikus fenntartó kezeléseket folytatjuk. Az egészségügyben dolgozók mindennapi hősökként vívták ki elismerésünket. Az a tapasztalatom, hogy most ebben a nagyon digitalizált, meg ráadásul a karantén miatt, különösen a leszigetelt világban, talán még nagyobb jelentősége van a személyes jelenlétnek, meg annak, hogy személyesen üzenünk, hogy ott a név az üzenet alatt, hogy nem egy ilyen tömegmassa, hanem hogy igenis élő húsvér emberek küldik a hálájukat, meg a köszönetüket. Voltak, akik semmiképpen nem mehettek utcára. Hatósági karanténba kerültek. 51 személyről gondoskodtunk, 141 alkalommal. Ezek közül 7 karanténban lévő kérte is a segítségünket. A többi karanténra kötelezettnek segített a hozzátartozó, illetve rokonsága. Lassan-lassan enyhültek a válsághelyzetre vonatkozó rendeletek. A kormányrendeletben az is szerepel, hogy az egészségügy bizonyos részei azok újraindulhatnak. Biatorbágyon az egészségügyi alapellátás, a fogorvosi alapellátás, illetve a járóbeteg szakrendelés fog újraindulni bizonyos feltételekkel. Elkezdődött a Budapest-Balaton kerékpárút biatorbágyi szakaszának építése, a biciklisávok felfestése. Ez egy több részletben épülő 108 km hosszú kerékpáros útvonal, aminek most elindult az első szakaszának a kivitelezése. Ez a Budapest egyek közötti kerékpárút kialakítását jelenti. Ez egy 23 km-es szakasz. A MÁV továbbra is szállította az utasokat. A maszk használata itt is kötelező maradt. A feltételek annyiban változtak az elmúlt hetekben az operatív törzs által kiadott kötelezettség nyomán, hogy kell hordani az utasoknak és a munkatársainknak is a vonatokon valamit, amiben eltakarják a szájukat, órukat. Ez lehet szájmaszk is, de lehet egy sál is. Az a tapasztalat, hogy ennek eleget tesznek az utasok, semmilyen más követelmény nincs. A 14 ezer fa Biatorbágy mozgalomnak köszönhetően zöldebb lesz Biatorbágy. A frissen ültetett fák locsolását az önkéntes tűzoltók segítségével a járvány alatt is megoldották. A
múlt hétvégén is sikerült locsolni a fákat, szintén a Biatorbágy önkéntes tűzoltók segítségével. Megpróbáltuk minél nagyobb mértékben betartani a szükséges biztonsági szabályokat is. Új Pest megye épített és természeti értékeit számba vevő kötet született a Pest megyei önkormányzat szerkesztésében. A könyvből Biatorbágy sem maradt ki. Biatorbágyról nagyon jó felterjesztések érkeznek a megyei értéktár bizottság elé, és ebből a felterjesztésekből 5 megyei érték bekerült a megyei értéktárban, ilyen a viadukt, ami ebben a kiadványban is szerepelt. Értéktelen kacatainktól, hasznavehetetlen tárgyainktól májusban is megszabadulhattunk, ha igényeltük a Depónia Kft. Lomtalanítási szolgáltatását. Csak azoknak az ügyfeleknek végezzük a lomtalanítást, akik részben ügyfeleink, tehát nem elegendő az, hogy a mi területünkön élő lakosok, hanem ügyfeleinknek kell lenni, és tartozással pedig ne rendelkezzenek. Ezután fognak kollégáim egy időpontot adni a kedves ügyfélnek, és ezt követően történhet meg a kipakolás. Megnyitottak a sportpályák is. A Kolozsvári úti pályán újra kocoghatunk. A kormány április 30-ai rendelete alapján újra lehetett indítani Biatorbágyon is a sportteretet, ami egyrészt a versenysportot fedele, illetve a szabadidősportot. A Biatorbágyi Kerékpáros és Természetjáró Egyesület a járvány idején képzeletben és sok munkával is készült a túra szezonra. Biatorbágy környéki turistajelzések felújításába fogtunk bele. Egy már tavaly elkezdett, több szervezettel történt előzetes egyeztetés után idén a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestő pályázatán is indultunk. Ennek keretében javaslatunkra a vasútállomástól indulva a katolikus templomhoz, templomot is érintve, majd a Füges patak partján lévő parkos részen fog vezetni a turistajelzést. A Biatorbágyi görkorisok csapata sem találkozhatott, de lelkesedésük nem csappant a járvány időszakában. A Facebook csoporton keresztül próbáltunk meg kommunikálni, vagy kommunikáltunk egymással, és hát ott akár vicces videókkal, akár bejegyzésekkel, akár olyan kihívásokkal, például a Legyél te is földgolyó kerülő, ami arról szól, hogy gyűjtögetjük a kilométereket, és szeretnénk kilométerben legalábbis az egyenlítő mentén körbe görkorcsolyázni a földet. Érdekkel próbáltuk meg életben tartani a görkorcsolyás lángot. Lábbal játsszák asztal felett. Mókásnak látszó, de nagy ügyességet igénylő sport a techból. Immár Biatorbágyon is kipróbálható. Láttuk, hogy itt a cégnek a telephelyének a központja, és így kerestük meg őket. Mit szóltak hozzá? Hál' Istennek egyből pozitív volt a fogadtatás. Először abban gondolkoztunk csak, hogy a Viaduk Sport Egyesületnek kérünk asztalt, de aztán az egyik általános iskola is jelezte, hogy szeretne, úgyhogy két asztalt kértünk. A gyerekek már a tanév végét várták. A szülők közül sokan reménykedtek az iskolák, óvodák, bölcsödék újranyitásában. Mi június 2-ával kinyitunk, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk a hozzánk járó kicsiket. Az óvodában a vidéki óvodákra vonatkozó kormányrendelet alapján kezdtük meg a működést. Május 25-től fogadjuk azokat a gyerekeket, akiknek a szülei ezt kérik. A Biatorbágyi általános iskolában továbbra is a digitális tantrend van érvényben, tehát a gyerekek otthon sajátítják el a tananyagot, online formában kommunikálnak a pedagógusainkkal, azonban június 2-től tanulóink számára felajánljuk a felzárkóztatás lehetőségét, illetve ügyeletet biztosítunk a számukra. A Cucori iskolában jelenleg az ügyelet megszervezése zajlik, és hát természetesen készülünk a tanév végére. Kis csoportokban lesz bizonyítványosztás június 15-én, és június végén pedig lesz egy szűk körű vallatás, egy hálaadó szentmisével a 8-osoknak. Június 2-áig az eddig megszokott módon folynak a digitális órák, és június 2-ától pedig egyelőre 10 gyermeknél kérték a felügyeletet, hogy azok a tanárok, akik kevesebb órát tartanak, ők lesznek beosztva, hogy figyeljenek a gyerekekre. A Ricsman iskolában is érvényben marad a digitális tanrend egészen június 15-ig. Ezután június 2-től lehetővé válik az iskolában a tanulók és a pedagógusok oktatási célú találkozása, kiscsoportos konzultációk, egyéni felkészítések.
A Nemzeti Egészségfejlesztő Iroda részben továbbra is marad a virtuális térben, de a nyári táborok idején már élő programokat is terveznek. Szeretnénk az online térben jelen maradni. Ugyanakkor szeretnénk becsatlakozni a nyári napközis táborokba, mert hogy a gyerekeket interaktív játékos formában szeretnénk megtalálni olyan témákkal, hogy például helyes testtartás, az internet helye, az egészséges táplálkozás, vagy akár a hála. A könyvre éhező közönséget a könyvtár új megoldásokkal próbálta kielégíteni. A kölcsönzés azonban továbbra is szünetelt májusban. Látogatási tilalomban kölcsönző asztalt rakjuk ki az ajtóba, és akkor ott tudják átvenni tőlünk a könyvcsomagot, illetve mi tőlük a könyveket, a visszahozott könyveket. Ezeket a könyveket, amit visszahoznak, 2 hétre karanténba rakunk, bezsákoljuk, és addig nem lehet kikölcsönözni. A hónap vége felé tovább erősödött a remény, hogy lassan vége a járványhelyzetnek, visszatérhetünk a normál kerékvágásba. 2 hét múlva hozza meg az országgyűlés remélhetőleg a veszélyhelyzet megszüntéről szóló döntést. Ez Biatorbágy esetében azt jelenti, hogy a hivatal is a normális működési rendbe vissza fog tudni állni, illetve a képviselőtestület és a bizottságok is a megszokott munkarend szerint fognak tudni dolgozni.